A Bozsik Akadémián közel 300 fiatal futballistát képeznek 40 szakember segítségével. Örökös földön jelenleg 2 füves, 1 műfüves pálya és 1 kiszolgáló létesítmény áll a csapatok rendelkezésére. A szerdai sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében 300 millió forintot biztosítanak egy 21. századi több füves, műfüves pályát, kollégiumot, orvosi létesítményeket, konferenciatermeket magába foglaló edzésközpont tervezésére. A labdarúgás a világ egyik legnépszerűbb sportága. Minden kisfiú szeretne labdarúgó lenni, de most már a kislányok is. Ezt onnan is tudjuk, hiszen a leigazolt sportolók több mint a fele labdarúgók itt Magyarországon is, de egyébként az egész világban ez tendencia. És a feltételeket biztosítani kell itt hazánkban is, itt Nyíregyházán is, és nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Meg kell találnunk őket, és nem szeretnénk egyáltalán, hogy legyen olyan fiatal, aki tehetséges, és nem kapja meg a lehetőségeket. Ezzel bizony élniük kell nekik is, a szülőknek is, és nekünk is, pedig a hátteret kell biztosítani. Ez a kormányhatározat azt adja, hogy a tervezést, a megvalósíthatósági tanulmányt elkészítsük, kiviteli terveket elkészítjük, és ezt követően visszük vissza a kormány felé. Ez közel 7 milliárdos beruházás lesz itt Nyíregyháza örökös földön, 11 hektáros területen, amely tényleg annyi kiszolgáló egységet fog tartalmazni, amely a labdarúgó sportot és a sportágat fogja szolgálni. Nyíregyháza polgármestere szerint a tervezett beruházás jól illeszkedik a megyeszékhelyen az elmúlt években történt sportinfrastruktúrális fejlesztések sorába. Egy infrastruktúra fejlesztés mindig lehetőségeket nyit, amit persze jó kell tudni kihasználni. És ez illeszkedik abba a sorba, amit elkezdtünk 8 évvel ezelőtt, hogy felújítottuk a buszacsát, egy modern sportcsarnokunk van, megépült a jégpálya, elkészült az úszoda, épül az atlétikai centrum, jövő tavaszra elkészül az is, és most itt ez az edzőközpont. Emellett természetesen sok szabadidő sportfejlesztést is megvalósítottunk. A szabadidő konti parkok, a rekordtán futópályák, az erdei tornapálya felújítása, stb. Tehát, és én azt látom, hogy ezzel a lehetőséggel élnek is a nyíregyháziak, tehát mindenhol látunk sportolókat. Szerintem az elmúlt 10 évben nagyon pozitívan változott a város ebből a szempontból, de ez kellene a lehetőségek, az infrastruktúra is. A Spari és az akadémia elnöke Révész Bálint reményei szerint az új edzésközpontból olyan helyi futballisták kerülnek majd ki, akik erősségei lesznek a felnőtt csapatnak. Amikor beszálltam a Spariba, nekem álmaim voltak, sajnos még nem valósult meg, de ahhoz, hogy higgyek benne, ez a beruházás is nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik már említettem a többi sajtónak is, hogy én hiszek abban, hogy Nyíregyházán nagyon sok tehetséges gyerek van, meg a környéken, és én ezeket szeretném kiaknázni. A tervek a jövő nyára készülhetnek el, és amennyiben minden rendben lesz, a közbeszerzési eljárások után elkezdődhetnek a munkálatok a 11 hektáros területen.